Üdvözlöm az Öböl Televízió nézőit! Hírösszefoglalónkat látják. Nézzük kistérségünk főbb híreit először egy-egy mondatban. 4 sikeres közművelődési pályázat Balatonkenesén. Összesen közel 75 millió forintot nyert a Kultúraháza. Felavatták a Fűzfői családsegítő új épületét. 21. századi körülmények közé költöztek az ellátások. Idősek napja Almádiban. A civil szervezetek az önkormányzattal közösen rendezték meg az eseményt. 4 pályázatra összesen több mint 74 millió forintos támogatást nyert el a Balatonkenesei Közművelődési Intézmény. A programok részeként a kultúra, a helytörténet és a könyvtári szolgáltatások területén várhatóak fejlesztések. Az Unió és a Magyar Állam által támogatott projekteket pénteken mutatták be a város lakóinak. 4 pályázaton volt sikeres az elmúlt időszakban a Kenesei Kultúraháza. Erről számolt be az intézmény vezetője pénteken kora este. A programok részeként író-olvasó találkozókat, könyvtári rendezvényeket, előadásokat tarthatnak 17,5 millió forint értékben. Múzeumpedagógiai tevékenységeket végezhetnek a tájházban, erre 19,6 millió forintot nyertek. Kreatív iparral kapcsolatos képzéseket, pályaorientációt, újságírással, fotográfiával, elektronikus sajtóval összefüggő foglalkozásokat rendezhetnek 29,4 millió forint felhasználásával a közművelődési intézményekben. Ezek a pályázatok egy óriási lendületet adnak az intézményünk működésének, és úgy általánosságban a közművelődésnek településünkön. Minden bizonnyal többen fognak bekapcsolódni azokba a tevékenységekbe, amelyekre az elmúlt években, talán mondhatom így, kevésbé volt lehetőségünk. Gondolok itt a szakköri foglalkozásokra, amelyeket az iskoláskorúak részére tudunk most biztosítani, de a felnőtt lakosság is kiveheti a részét ezekből a pályázatokból, a pályázati tevékenységekből, hiszen mind a könyvtárban, mind a múzeumunkban lesznek olyan programok, amelyek természetesen a felnőtt lakosság igényeit is megpróbálják kiszolgálni. Az informatikai rendszer is megújulhat. A könyvtárba 10 internetes számítógépet vehetnek, ezek közül egy akaratjára kerül majd. De bevezethetnek egy vadonatúj katalógus rendszert, szoftvereket és szervergépet is vásárolhatnak. A 4 önrész nélküli pályázat összértéke meghaladja a 74 millió forintot. Az eredményekről elismerően szólt a kistérségi társulás elnöke. Szedlák Attila példaértékűnek nevezte a Kenesei Intézmény pályázati sikerét. A város polgármestere is a közművelődés fejlődését várja a programoktól. A településünk kulturális életében és hát a kulturális körön belül pedig a különböző foglalkoztatások és fejlesztések tekintetében ez egy igen jelentős beruházás és előrelépés, illetve beruházások, mert több minden fog megvalósulni több helyszínen ezekből a pályázatokból, és ez ezért óriási jelentőségű, tehát az elkövetkezendő időszakban a megvalósuló pályázat következtében egyre kulturáltabb körülmények között és egyre színesebb rendezvények és programok fogják kiszolgálni az itt élőket és a hozzánk látogatókat. A rendezvény keretében a Pannónia Citera zenekar lépett fel Bollók Attila vezetésével. Az elmúlt héten hivatalosan is átadták a Balatonfűzfői Szociális Szolgáltató Központot. Az Almádi Társuláshoz tartozó intézmény korábban a polgármesteri hivatal alaksorában kapott helyet. Most egy 4 települést érintő pályázatnak köszönhetően költözhettek korszerű körülmények közé az ellátások. A kistérségi társulás elnöke és a város polgármestere avatta fel a Fűzfői Szociális Ellátó új épületét. Az eddig kihasználatlan épületrészt egy Almádi gesztorságával megvalósuló uniós pályázat részeként újíthatták fel. Mostantól 230 négyzetméteres alapterületen kap helyet az idősek nappali ellátása és a családsegítő. Avató beszédében Szedlák Attila méltatta a város önkormányzatát, amiért az idősek és a gyermekek ellátása érdekében részt vett a pályázatban, és a 42 millió forintos összköltséggel megvalósult beruházáshoz 4 millió forint őrészt biztosított. A város polgármestere arról szólt, hogy végre méltó helyre került az intézmény. Ez a szolgálat, amit helyet kap
A városban több helyen kallódott, hányódott. Volt a bölcsőd emeletti régi istálló részénél, akkor a hivatalban, az alaksorban, akkor megbújt egy jó darabig a Művelési Központ és Könyvtár egy öltözött termébe, és hát ez az állapot nem volt méltó sem az emberekhez, sem a szakmai munkát végző emberekhez, munkatársakhoz, ezért kellett egy új helyen ennek épülő, speciális ezt a célszolgáló intézménynek létrejönnie. Az új épület nem csak 21. századi körülményeket ad a kliensek és a szakemberek számára, hanem új lehetőséget is biztosít a szociális munkához. Én azt gondolom, hogy óriási jelentősége van. Egyrészt kifejezi az önkormányzatnak azt az érték szemléletét, hogy fontosak neki a családok és az idősek. Másrészt egy olyan szolgáltató helyet kaptunk ezáltal a projekt által, ami azt gondolom, hogy Európában bárhol megállja a helyét. És olyan programokat tudunk működtetni, beindítani, amiket sokáig csak az álmainkban szövegettünk, és remélem, hogy ez sikerül és érezni fogja a lakosság. Az ünnepség keretében emléklapokkal köszönték meg a pályázat megírásában, végrehajtásában, a kivitelezésben és a kommunikációjában résztvevők munkáját. A projektben Balatonfűzfő mellett Almádi, Szentkirályszabadja és Felsőörs vettek részt. A több mint 152 millió forint összköltségvetésű program részeként minden településen egy-egy épület újulhatott meg. A rendezvényen három dal elejéig fellépett Hatás Andrea színművész. Kidobni őket nincs erőm, s mind értéktelen. Filléres emlékeim, oly drágák neked. Családias hangulatú ünnepség helyszíne volt péntek délelőtt a Litéri községháza. Egy fiatal, Kolozsvárot született édesanya tett állampolgári esküt. A ceremónia után a családja további három tagja kérte az egyszerűsített honosítási eljárást. A köztársasági elnök döntése értelmében Osváth Mónika egyszerűsített honosítási eljárás keretében kapta meg az állampolgárságot. Az esküt a Litéri községházán tehette le, a település polgármester előtt. Ma azért jöttünk ide, hogy visszaadjunk egy kincset, egy jogos örökséget, melyet a történelmi viharai elvettek önmagukat. A nemzet összetartozása mellett tett tanúbizonyságot az országgyűlés, amikor két évvel ezelőtt kinyilvánította a törvényében. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az újdonsült állampolgár magyar családban született, magyarnak nevelték, de mivel nem az anyaországban látta meg a napvilágot, kérnie kellett, hogy az útlevele is magyar legyen. Én Erdélyben születtem magyarnak, egy magyar családban, egész életemet magyarként éltem le, de úgy gondoltam, hogy ez az, hogy az okmányokban is magyarként szerepelek, ez egy töbletet jelent számomra, lelkileg főleg. Nyilván 2007 óta Magyarországon élek, így adminisztratív oka is van, de elsősorban lelki. Az egyébként néptáncos fiatal édesanya férjével együtt éppen második gyermeküket várják. Azt mondta, Litéren jó közösséget találtak a családalapításhoz. Nagyon megtetszett a hangulata ennek a kis falunak, az emberek nagyon nyitottak, és nagyon örültünk annak, hogy találtunk egy olyan helyet, ahol az emberek megmaradtak embernek, és ez az első legfontosabb dolog szerintem az életünkben, hogy olyan emberek vegyenek körül, akikből azt sugárzik, hogy jó, hogy itt lehetünk. Egyszerűsített honosítási kérelmeket 2011. január 3-ától lehet benyújtani. A törvény értelmében azok, vagy azoknak a leszármazottai honosíthatóak, akik 1920 előtt, vagy 1938 és 1945 között magyar állampolgárok voltak és beszélnek magyarul. A korábbi szabályozástól eltérően az új törvény szerint a határon túli magyaroknak nem feltétel a bejelentett anyaországi lakóhely, a megélhetés igazolása és az alkotmányos alapismeretek vizsga. A nyár végéig több mint 300 ezeren kérték és kapták meg állampolgárságukat. Az elmúlt héten rendezték meg a már hagyományos kosárlabda gálát a Fűzfői Öveges József szakképző iskolában. A megmérettetésen a házigazdák két csapata mellett további 6 fiú és lány csapat vett részt. A streetball rendszerű meccseken pályára léptek az idősebb korosztály képviselői is. A mérkőzések között játékos vetélkedőket és pompon bemutatókat is tartottak.
A Vöröskereszt Balatonalmádi szervezete és az Együtt Egymásért közalapítvány az önkormányzattal közösen idén is megrendezte a már hagyományos idősek napját. A Pannonia Kulturális Központban megtartott eseményen műsorral köszöntötték, majd vendégül látták a nyugdíjasokat. A hirtelen beköszöntő hideg idő ellenére közel 50 szépkorú vett részt a rendezvényen, amit már hagyományosan két balatonalmádi civil szervezet a helyhatósággal közösen szervezett meg. Összejöttek azok a szervezetek, amelyik az időseket, a kicsit szegényebbeket támogatják, így aztán a Vöröskereszt, az Együtt Egymásért Alapítvány, illetve a polgármesteri hivatalból polgármester úr szívén viseli ezeknek az embereknek a sorsát, ugyanúgy, mint a másik kettő. Ebből adódóan egy ilyen szájhagyomány útján terjedő, de mégiscsak a városnak egy fontos napja, amikor az időseket megünnepeljük. A nyugdíjasokat a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének vezetője köszöntötte. Dr. Árkai Anna kiemelte, fontos, hogy az idősek találkozzanak egymással, kimozduljanak otthonról. Az egyedüllét, vagy az elszigeteltség, kikerülök a munkából, kikerülök a társadalmi életből, betegségem, egyéb más okok miatt, és ez egy kicsit úgy összekovácsolja az embereket, és elmesélhetik egymásnak mondjuk a bajokat, és egy kicsit könnyebbé válik a következő év. Legyen egy nap, amikor ünnepelünk, és azt mondjuk, szeretjük őket. Így fogalmazott az Idősek Világnapjával kapcsolatban a Pannonia Könyvtárának igazgatója. Fábiáné Sárai Anna kérte a nyugdíjasokat, meséljenek a következő generációknak, hiszen a történetektől csak gazdagabbak lesznek a fiatalabbak. Az este folyamán külön is köszöntötték a megjelentek közül a legtöbbet megélteket. Így a 93 éves Láng Miklóst is. Miért tartotta fontosnak, hogy itt legyen? Hát az időseket szeretem látni együtt. Szerettem volna kortársakat látni, de inkább csak a fiatalabbakat láttam. Hogy érzi most magát ez a rendezvény? Szépen, nagyon jó. Almádit nagyon szeretem. Mióta él itt Almádiban? 15 éve. És miért pont ezt a várost választotta? Ide hívtak a rokonaim. A feleségem meghalt. És mi a vélemény erről a rendezvényről? Nagyon ügyes, nagyon szép. Lelkalappal. Műsort a Veszprémi Hemo Winner Versenytánc Egyesület tagjai adtak. Az est végén korai disznótóros vacsorával látták vendégül a szépkorúakat a szervezők. Híradónkat látták. Kistérségi magazinunkban többek között a halottak napjával és a Mindenszentekkel is foglalkozunk. Várjuk kérdéseiket és véleményüket a képernyő alján látható elérhetőségeinken. Ha tehetik, látogassák meg Facebook oldalunkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!